mélyen. Ő nagyságom. Nagyságom. Egy jó harcos mindig tud meditálni. Mindegyit csinál. Maradj a jelenben. A múltat már úgysem tudod megváltoztatni. A jövőt pedig soha nem lesz olyan, aminek pontosan tervezett, hogy remélem. Már megint ez. Évek óta. Már azt sem tudom, mikor kezdtem, de nem akartam. Csináld! Hisz mindig is azt akartuk. Legalábbis a füleim. Mindig minden róluk szól. Miért? Én miért nem tudom szeretni? Sokkal egyszerűbb lenne. Küzd! Eddig már eljutottál, mert nem adhatod föl. Gyerünk! Állj! Menni fog! Nem megy! Miattunk! Miattunk? Nem. Hamburgert szeretnék. Csak sajnos kim van a szobában. És a hölgy mit parancsol? Te most meghívsz? Ja! Ja! Akkor kérek egy palacsintát, egy gofrit. Rágótok van? Elfogyott. Kólátok van? Nincs. Akkor egy tejfölös hagymás lángost. Hagymás? Ja. Jó, inkább akkor csak itt van a pénz. Ne jöjj hozzám! Nem mertem segíteni. Engedj el! Ez velem is megtörténhet? Thank you.
találkozunk még? Átutazóban vagyok! Bocsi. Azt hiszed lehet olyan, mint egy férfi? Nem akarok olyan lenni, mint egy férfi! Nőként akarok elérni a célomat! Sosem lesz olyan, mint egy férfi. És mit tesz ebben a sikerért? Mindent beleadok! Nem lehet minden forgalommal elérni. Olyan tehetséges vagyok, hogy azt sem engedi, hogy leszereljek. Ezzel neked állandó közösséged van. Teljesen biztos vagy abban, amit gondolsz. Igen! Csak erősebben kell próbálnom! Te szorgalmat soha nem fog annyit érni, mint az én tehetségem. Mit vársz a győzelemtől? Boldogság. Csinál.
boldog vagy? Az emberek szolgálatokhoz boldog. Na és mi az élet értelme? Azt megtanulni, hogy a megfelelő erőkifejtést használd a megfelelő időben, a megfelelő helyen. Miért? Te meg tudod védeni magad? Néha azoknak van a legnagyobb szükségük a szeretetre, akiket a legnehezebb szeretni. Hogy éled túl, ha végtelen vagy? Egy jó harcos nem legyőzhetetlen, nem sebezhetetlen. Nagyon is sebezhető. Ezt teszi bátor harcosra. Miből gondolod, hogy segíthetsz nekem? Nem akarják, hogy te találd meg a válaszokat. Mindenki azt akarja, hogy hidd el az önvégeket. Én csak azt akarom, hogy végre magadba találd meg a tudásodat, ne a világból meríts. Szerinted mennyi idő, mire az ember be tud illeszkedni? Ha elengeded magad, akkor a cselekvésed tiszta, spontán, és mentes minden ambíciótól, gátlástól és félelemtől. Persze. Látom, kurvára tudsz mindent. És mi van a halál után? A halál nem fáj, vagy nem rossz. A rossz az, hogy a legtöbb ember nem is él. Te mégis mi a szart képzelsz magadról, ki vagy te? Ez a pillanat. Neked elment az ezek! Egy élet munkája fekszik benne. Mit kezdesz? Nem figyeltek arról, hogy mi történik.
átadtad magad az élménynek. De most megint elem a fejed hülyeségekkel, szarral. Dobd ki a szemetet! Mert ez az egyetlen dolog, ami elválasztik a dologtól, a lényektől, a valóságtól. A jelentől. Itt és most. Ha megtanulsz a jelenben élni, akkor magad is meg fogsz vele lepődni, hogy mire vagy képes. Készen állsz? Ночь порвет на болевшие нити, вряд ли я доживу до утра. Напишите, прошу, напишите, напишите два слова, сестра. Карачка на вас. Ты когда с бойду бит? Я с ареном хоть хоть в мэроба. А ты дым? Mikor végzünk végre? Egyetlen vagy a felelős a tetteidért. És nekem ez miért jó? Jöjj rá magam. Anyám! Biztos ez a legjobb megoldás? Menj le, Jász! Vége van már! Mert állandóan költözünk, azért. És? Nem vihetem magammal az egész iskolát. Akkor miért nem szerzel csak arra a kis időre barátokat? Szerzel, és jól is érzem magamat, de miért pont beilleszkednék, arra hoppá, basszatom az egészet, új iskolába megyek. Miért nem élvezed ki csak azt a percet? Nekem annál több kell. Miért nem tudod velük a kapcsolatot, ne te? Gyűlölet futni! Miért? Mert elvárják. Ki? Szüleim. Mégis miért? Mert ők is ezt csinálták. És miért csinálod azt, amit ők akarnak? Mert szereted őket, baszki. Már mondtad nekik, hogy utálod? Nem akartam. Próbáltam, de valahányszor szóba hozom, azt mondják, hogy ebben vagyok jó, ezt kell csinálni. Ezek szerint a szüleid nem szeretnek annyira, hogy a boldogságodat akarják. Dehogy nem. Gyáva vagyok. És ezt mégis miből gondolod? Nem mertem segíteni. Kinek? Egy lánynak. Közeli ismerősöm volt. Mi történt? Megtámadtak minket, de én elfutottam. Miért? Mert féltem. Mitől? A haláltól. Miért? Meghalt a lány? Megerőszakolták, aztán megölték. Gondolod, hogy tudtál volna neki segíteni? Nem tudom. Nem próbáltam. Gyáva voltam. Miért lettél volna gyáva? Ha ott, akkor meghalsz. Akkor már esélye se lenne segíteni senki. Magányos vagyok. Mert az összes barátomnak családja van, én pedig egyedül. Miért nem teszel ellen? Én próbálom, de nem megy. Senki nem akar velem semmi komolyan. Meg akarok változni. Miben? Viselkedésemben és foglalkozásomban. Miért? Mit csinálsz? Katona vagyok. És miért akarsz megváltozni? Mert ez egy agresszív munka, és én nyugalommal szeretném leélni a hátralevő életemet egy kertes házban. Egyedül? Nem, családot szeretnék. Tényleg? Te családot szeretnék? És gyereket is szeretnél? Hány gyereket szeretnél?
Miért nem érsz le? Meg kell még védenem magam. Miért vagyok ott mindenhol, de közben sehol sem? Jobb akarok lenni! Gyorsabb, ügyesebb, erősebb! Elég jó akarok lenni! Miben? A vívásban! De nincsen tehetségem. Csak a kitartásom és az orgánom van. Nekem háromszor annyit kell gyakorolnom, mint minden másnak. Ez nem fel! Mindig csalódást okozom. Kinek? A környezetemnek, a családomnak, a barátaimnak. Miben? Abban, hogy nem teszek meg mindent, amit tettek. Miért? Mert félek. Félek attól, hogy nem is tudnám, hogy nem vagyok elég jó. Először magadat kell legyen. Aztán már. Thank you.
Te voy a conocer.